Hello, hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon. Ismét egy kávé, egy Ash Ripley videóval érkeztem, amit azért tettem, mármint azért töltöttem fel pont ezt a videót, mivel rohadtul kezdem érezni a kávé egy Ash-nek az előnyeit, ami ugye leginkább két dolog, a sebessége, amit nagyon ki kell használni a harcba, és a második dolog, az pedig az ágyúnak az átütő értéke és a sebzési értéke. Ugye legelőször figáztam ezt az ágyút, mivel 14 másodperces töltési ideje van. Viszont nagyon-nagyon hálás dolog az, hogy hatalmas ötsebez. Jó az átütő értéke, de a harckocsinak a leginkább előnye az, hogy nehéz harckocsi, viszont nagyon-nagyon gyors, nagyon jól oda lehet érni az ellenfelekhez. Például nézzétek meg, hogy hol megyek, és az AMX mögöttem van gyakorlatilag, akinek elvileg ő is egy, ő neki egy, talán egy spotternek kellene lenni, és hát igaz, hogy tököl is, itt tökörészik, de nagyon gyors vagyok, és megnézzétek, hogy ugye tier 7-esben vagyok, egyébként ez az a meccs, 600-650 meccset játszottam eddig, de ez alatt a meccs alatt érem el a legnagyobb sebzést, 2200-at talán, vagy talán többet is, nem tudom, ezzel a harckocsival, amit nagyon kezdek megszeretni, nagyon jó. De nézzük, hogy mi történik, ugye. Mindig eljövök ide oldalra, amit már másik videóban is mondtam, mert általában itt szoktak jönni, oldalba akarják kapni a csapattársaimat az enemy tankok. És azért jövök ide, mivel én azokat meg leszeregettem, tök jól, nagyon jól el lehet őket lehet trollkodni itt oldalt, hogy kipiszkálgatjuk őket. Nagyon jó az a fedezékek, hogy itt vannak ezek a kövek. Na de nézzük, hogy mi történik. Igen, itt kibújok egy kicsit, nézelődök. Általában nem biztos jó, hogy rohanunk előre. Nézem az ilyest, meg a másik srác, ő hopp, és ki is jött egy kávé egy, és nagyon jól meglőttük, és nagyon szerencsénk volt, ki is gyulladt. És itt már mellettem lévő IS lelopta előlem, 181 HP-ról. Nos, akkor menjünk tovább. Úgy látom, ez az IS meg ez a Black Prince, ez inkább itt oldalról akar lövöldözni. C150, nagyon jó. Igen, és a Black Prince megint fel fog menni oldalra, inkább lövöldöz befele a foglalási zónához. Én meg rámegyek a 150-esre. Próbáltam forgatni a páncélomat. A 150-es ellen nem jött be komolyan. Nagyon papír különben a KV1-es. Vagy csak szerencsétlen voltam. Igen, és nagyon jó torony oldalba kapjuk, 371-et leveszünk a 150-esre, ami biztos meglepte. Itt próbálom tekergetem a páncét, hogy szögelem, de szépen átlőtte. És igen, lövünk. Nagyon kell figyelni, hogy mindig próbáljunk találni a kávé egy S-sel, mivel ugye 14 másodpercenként lövünk, az életünkbe kerül, hogyha nem találunk. Na ugye, innen már mindenképp kivégezzük. Gyorsan sofőrt ugye megjavítjuk, úgymond, ellátjuk a sofőrt. Nekem az a legnagyobb érvágás mindig, hogy ha ő nem nincs kész. Általában a rádióst azt szoktam hagyni, majdnem mindenkit hagyok, inkább a sofőr legyen az, hogy a mozgékonyságom maradjon meg, és a javítókészletet is mindig próbálom meghagyni a lánctalpra, vagy a motorra persze. Igen, és 1459 HP-n sebzésnél tartunk, ami nagyon jó. Úgy lőttem egy nagy luftot persze, és látjátok, így nagyon jól mögé lehet kerülni az eneminek. Ó, hát ezt is leszették előlem, pedig sokkal-sokkal többet össze tudnék szedni, hogyha ha nem pattannék például, ez is hatalmasat pattantam. Igen, de meglett, ő meglett.
Nagyon figyelni kell, hogy mindig célozzunk jól, mindig találjunk. Ezzel az ágyúval nem érdemes hibázni tényleg. Igen, és megyek tovább, ugye? Én látom, hogy ott B, vagy E, inkább E9 környékén ott még kell, hogy legyenek enemik, de előbb is találkozok velük, persze. Egyébként nagyon szépen meglett ez a meccs. Elég sima ügy volt. De rohadtul kezdem élvezni a KV1-est. Hú, ott egy tigris. És ez a KV1-esen már annyira nem férek a tigrisektől. Régebben mindig a KV1-el rettegtem. Persze ott két tier különbség volt. De... itt már nem. Amúgy KV1-el szoktam bontani házat. Láttátok több videóban, és ezzel nem érdemes már, mert tényleg itt is... rengeteg töltési idő van. Nos. Elbontja más, úgy látom. Ó, hát ez... meg volt ő is. 2078 HP. Tölt. Valamiért itt nem mutatja a körvonalát, pedig ott van. És megint megvan. 2378. Alábecsültem magam. 3 killnél vagyok, ami ugye tier 7-es mezőnyben egy tier 6-os tankkal annyira nem rossz szerintem. És Tigris P, hát sajnos a többi enemit nem fogják nekem meghagyni. Elég távol vagyok tőlük. De bőven meg voltam elégedve ezzel a teljesítményemmel is ma. Rájöttem arra, hogy nagyon srégelgetni nem érdemes, páncélzatunk az nem nagyon van, KV1-esen. De legalább megtanultuk, hogy más játékstílus kell alkalmazni, mint a KV1-el az 5-ös tierbe. Itt azért már nagyon szépen átütögetnek minket, inkább a sebességünkre és az ágyúra kell hagyatkozni. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, hogyha esetleg tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!